és indulunk Németországba. Igen, most indulunk Németországba, és az éjszaka fő támogatója a Forever Living Aloe Vera energiaital, szóval köszönöm neki. Ő fog életbe tartani. Szóval most indultunk, és egy Audi S8-al, vágjátok? Szóval nagyon jó móka lesz, nem tudom mennyi látszódik, meg ordít a rádió, meg még tökre pörgünk. Aztán kíváncsi leszek, hogy mi lesz egy-két óra múlva. Satúfék! Na, úgyhogy majd jelentkezünk, ha most nem kerültünk dugóba. Inkább jól szok. A legtöbb múlva az egész, hogy Mário, ez tényleg ilyen. Miért? Tök jó zene. Andris? Andris mutatta meg. Szegény haldoklik teljesen. Tomi teljesen ki van. Na hát amúgy most fogalmam nincs, hogy hol vagyunk. Ausztriába? Hol vagyunk? Ausztriába, látom milyen gyönyörű. Nagyon szép. Teljesen más itt minden, srácok. Hát igen, itt azért minden tejjel méz. Tomi. Haldoklik teljesen. És még ugyan jó állapotban van. Frissítő tornászunk. De miért az felfrissülni? Gyere! Az egy csak nagy. De fel kell frissülni. Oh, az mégis kirecsett a gerincsem. Már jó veszi a helyet magának. Kinyitom az ajtót, ki fog esni, vagy ők dolgok. Amúgy Tomi meg Márióval már volt kalandó, hogyha azt nem láttátok és érdekelne bárkit, és akkor most ott fent megnézhetitek. És Márió szereti a helyet. Kicsit túl tolta. Cigi. Hú. Vata vagy van? Keksz. Cigi. Domár ki. Figyelj be. Azt. Cigi. Hallod? Ez nagyon borg, az a izé, a szendvics, megette hidegen? Ezt a szart. Vágjátok, ezt meg melegen kéne megenni. Fullba megette hidegen, teljesen jó. Amúgy ez az S8, ez amúgy brutál kemény. Legalábbis nekem nagyon tetszik. Úgyhogy öröm vele utazni. És egyikőjük se tud hátul ülni, mert rájuk jön a hányás, úgyhogy én tök jól el vagyok hátul. Szóval mindenkinek megvan a helye. És hát, nem tudok mit mondani. Éjjel fél négy van, mi más lehetne mondani, szóval megyünk tovább. Gyere már! Megyek! Mário reggeli, ebéd vacsora. Jossz után le akar fogni. Nem, nem tudom, mennyire látszik. Mindjárt fel. Ez két napra hoztam. Az úgy 6 doboz cigi. Nem szabad cigizni, egészségtelen. Hello! Szia! Látom, kezdve számosodni, kéne egy energiaital. Later. Na hát 4:44 van, Lindachban vagyunk, és még mindig ébren. És megálltunk megint, mert Máriónak kell ismét egy kávé. Megint meg kell mozgassuk magunkat. Úgyhogy Tomi, szálljál ki és mozgass meg magad. Megint csak ganézik, mert tele van már megint. Oh, nagyon kemény. Hú, itt van már az a jó ember is. Van egy ilyenem, Tomitól kaptam, nagyon vagány. Cserébe le... Köszi, Tomi. Oké, okay, köszi, jó. Hogy bírsz ilyenkor videózni, mikor alszik el az ember? Hát ti alszatok, én nem. Az mióta kérhettünk, Mário megívott 6 energiaitalt, 5 kávét, meg a sütikét, nevet vagy mit igen. Tomi, látod, ilyen embereket szedsz össze? Kamera 0-24 a kezébe, a másik meg önti magába az energiaitalt. Ez
Egészségedre! Und Trump beschreibt, wie die Zukunft in England. Tschö. Nőseg. Az egész úton csak azt látod, hogy volt a kezébe egy ilyen könyvön. Mindig más. Ez szar lesz összevágni egyébként, mert... Picit tedd már le, várj már. Semmi más nincs, csak az energiaital van a kezében. Nem tudja megvágni a videót, mert egyszer akkor izé, Red Bull lesz. Egyszer Red Bull, egyszer Hell. Egész végig csak ültél, adottál egy Red Bull-t a kezedbe, hogy nem tudom, hogy valahogy lefáradtam. Fáj a derekam. És még Red Bull-t se ittál. És én alig ittam. Mennyi az idő? 3 élet hat, de már nem bírom tovább. Kész, kéred a kakaót? Ja. Na figyeljetek, szép van. Kis hűtő meg minden, vágjátok? Tessék. Nem, nem lett volna ilyen. Hát nem. Azt egy seggembe hűtesz valamit. Hogy ki lennénk, de jó Isten? Hú, ja, úgy. Na hát reggel 7 óra van, itt vagyunk Münchenbe, ide értünk. Ott vannak a fiúk, vagy ott. Nézi magát. Attól nem leszel kipihentebb, most vagyunk fent 24 órája. És már jóba benne van egy egész energiaital gyár, de bennünk nincs. Nem tudom még mikor fogunk aludni, még jó pár óra. De most a legelső úti célunk egy autókereskedéshez vezetett, ahol nagyon kemény autók vannak, szóval azt majd mindjárt lemontázsolom nektek. Vágjátok, azok odafelálltak. Nem tudom, fogalmam nincs hogyan, de nagyon jól néz ki élőbe. Nagyon kemény. Az a lényeg, hogy annyi kocsi áll ott, meg ott fenn, meg mindenhol, hogy az utcán végig is ezek az autók állnak, amiket én most az előbb felvettem. Szóval nagyon durván tele van. Na hát amúgy megmondom nektek őszintén, hogy ez az S8, ez brutál kemény. Nagyon sok autót vezettem, meg ültem benne, de ez nagyon top listás. És ráadásul hátul ültem végig, és aztán beültem előre, mikor megálltunk az egyik pihenőbe, és semmivel nem másabb kávé. Szóval nagyon kényelmes, és annyi minden van hátul, tehát sok autóban elől nincs annyi állítható lehetőség. Fú, nekem amúgy nagyon nagy élmény. Jó. És most várunk, hogy nyisson a kereskedés, mert picit hamarabb értünk ide. Itt meg egy eres fókusz. Jó a rendszáma. Az, aki imádja az autókat és élhal érte, mint például én, annak kívánom, hogy kerüljön egy ilyen helyre, mert ez a Kánaán. Tehát ez nagyon kemény. Itt kapom rá, tehát olyan fáradt vagyok, de nagyon durva. Annyira kemény. És még benne sem voltunk, tehát még most fogunk bemenni.
ahova nézel, ott autó van, nagyon durva, nagyon kemény. Kipipálva megyünk tovább a BMW múzeumba? Megyünk a BMW múzeumba? Nem! Ne, menjünk már! De megyünk a BMW múzeumba! Megvárjuk! Nézd, mi van Mário ajtajában megint! Megint a Red Bullok meg a f***ba!